És vannak a jövőben olyan tervek, hogyha indul és ismét képviselő lesz, amit ebben a térségben mindenképpen meg szeretne csinálni, vagy meg kellene, hogy csináljon? A fejlesztést? Hát ugye, szóval ott nem tudjuk folytatni, ahol 2002-ben abba hagytuk. Nagyon, nagyon rossz helyzetben van az ország. Ez most nem a kampány része, ez mindenkinek napi tapasztalata, hogy szóval bárhova lépünk, bármihez nyúlunk, azt látjuk, hogy a tragikusan rossz állapotban van minden. Tehát egészségügytől kezdve, közlekedésen át lehetne folytatni a sort. Ami ebben a térségben a legnagyobb gond az, hogy nincsenek munkahelyek. Tehát itt azzal kell kezdeni, hogy a meglévő munkahelyeket meg kell tartani, és lehetőség szerint új munkahelyeket kell létrehozni. Tehát itt az embereknek a legnagyobb probléma az, hogy nincs munkahely, és nagyon komoly megélhetési gondjaik vannak. És hát ezután jön az, hogy egészségügy és közbiztonság. Tehát itt kell kezdeni először, az is nagy terv, hogy a jelenlegi szabad esést megállítsuk. Valahol kell találnunk egy fogolcó pontot, és onnan kénkeservesen újra kell építeni. De egyébként a Fidesz el fel van készülve, tehát hogyha ugye most már tudjuk, hogy van terv, vagy van kidolgozott csomag, hogyha bekövetkezik valóban az, amire számítanak, hogy a tavaszi választásokon a Fidesz kerül hatalomra, akkor mindenre fel van készülve, hogy a mostani helyzetet átvegye és megpróbálja normalizálni? Természetesen. Én úgy gondolom, hogy persze vannak esélyeink, de itt semmi sincs lefutva, semmi sem dőlt el. A politikában minden szám utólag érvényes. A Fidesz már jó néhányszor volt úgy, hogy jók voltak a közvélemény kutatási eredmények, csak éppen nem sikerült megnyerni a választásokat. Ha oda jutunk tavasszal, hogy valóban az emberek bizalmából kormányt alakíthatunk, akkor én gondolom, hogy a Fidesz fel van készülve arra, hogy egy nagyon nehéz helyzetben kell az országot újraépíteni. És hát én azt is szoktam mondani, hogy nyilván a mi kormányzásunk 98-tól 2002-ig az nem volt tökéletes, nem is volt hiba nélküli, de azt bátran mondhatjuk, hogy az elmúlt 20 évben nálunk jobban nem kormányoztak mások ebben az országban. És nagyon világosan lehet látni, hogy abban az időszakban is lehetett látni, hogy mik a prioritásaink. Ezeket a prioritásokat tartani fogjuk. Például a kis települések védelme, például az egyéni gazdálkodók támogatása, például a családok támogatása. Tehát ezek a prioritások megmaradtak a mai napig, és ha tudjuk, akkor érvényre is fogjuk őket juttatni. A műsoridőnk sajnos lejár, nagyon röviden beszéljünk egy rendezvénysorozatról, amit a választó kerületében hozott létre, választókerületi esték címmel. Miről szól ez, milyen időközönként van? Hát ez rólunk szól, persze ahhoz, hogy rólunk, magunkról tudjunk beszélgetni, ahhoz mindig hívunk vendéget, aki megkönnyíti a közös gondolkodást. Hát az eddigi vendégeink, csak egy párat említsek, Pokorni Zoltán, Bayer Zsolt, Kövér László, aztán Csókai professzor úr, aki ugye agysebész, ideggyógyász, a Célpont stábja volt a vendégünk, Stumpf István, Fónagy János. Hát a rendezvények ilyen másfél-két havi rendszerességgel vannak, és én annak nagyon örülök, hogy sokkal inkább foglalkoztunk, tehát nem másokkal foglalkoztunk, hanem azzal foglalkoztunk, nem más párttal foglalkoztunk legfőképpen, hanem azzal, hogy hol tartunk, hogy jutottunk ide, és mit kéne tennünk, úgy, mint politikai erő, vagy úgy, mint magánember, vagy úgy, mint helyi közösség. Tehát én annak örülök, hogy egy nagyon nyugodt, higgadt hangot sikerült megütni a választókerületi esteken, és remélem, bár jön a kampány, de remélem, hogy azért meg tudjuk tartani ezt a vonalat és ezt a hangvételt a későbbiekben is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és nagyon itt volt köszönöm velünk. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!